kávéházi rendezvút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégünket is, Dávid Józsefné Erzsikét, aki jelnyelvi tolmács. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi is nagyon köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre. Nagyon-nagyon érdekes terület ez, és szerintem egy olyan terület, amiről mindenki hallott már, mindenki valahol tudja, hogy mi az, mindenki látott már a tévében jelnyelvi tolmácsot, tudja, hogy van ilyen szakma, tudja, hogy meg lehet tanulni, de azért most a következő szűk fél órában felfejtjük ennek a szakmának a rétegeit, de nem csak a szakmának, hanem megismerjük Önt is kicsit közelebbről. És az első és szerintem legfontosabb kérdés, hogy hogyan sodródik, hogyan terelődik, sodródik-e vagy terelődik valaki ennek a pályának az irányába? Nem tudom. Ugye többen vagyunk. Van, aki beleszületik ebbe a közösségbe, és abszolút részese. Tehát anyukája, apukája révén neki anyanyelve a jelnyelv. És így lesz tolmács. Van, aki úgy, mint én, hogy valami apropó, ami elsodorja erre az útra. Tehát nekem az alapvégzettségem az kereskedő. És így lettem tolmács, hogy mindig egy picit terelődtem erre felé. Egyszer egy éjszaka nem tudtam aludni, és bekapcsoltam a tévét. Akkor kezdték el jelnyelvre fordítani a Duna TV-n a híradót. És én elsőre, tehát nem tudtam, hogy mit látok, csak azt tudtam, hogy ez valami gyönyörűség. És utána minden éjszaka fölébredtem sokáig, tehát egy 7-2, és néztem őket, hogy nem tudom, mit csinálnak, de én ezt akarom. Volt akkor már egy ismerősöm a mozgáskorlátozottaknál, és őt fölhívtam, hogy te, éjszakánként van a Duna TV-n valami, de hogy nem tudom, mi az, de én azt akarom csinálni. És mondta Márti, hogy én most voltam képzésen, ott volt egy tolmács, megadta a telefonszámát, hív föl. Na, az volt Simonné Váradi Zsuzsanna, aki akkor kezdte ezt a tolmács szolgálatok kiépítését, ő volt az egyik szakembere. És ővele beszéltem, akkor még csak Pesten volt képzés. És mondta, hogy nyár van, most Pesten sincs képzés, majd beszéljünk szeptemberbe. Én júliusban fölhívtam, azt mondja, van egy nagyon jó híre, Kecskeméten is indul. Azt mondjuk a nézőknek, hogy olyan Solti, szóval igen. A szomszédban, szinte a abszolút szomszédban. Hát a Duna másik oldalán, nem olyan messze. És elkezdtem Kecskemétre járni. Akkor még úgy volt, hogy alap-középfok, és volt a tolmácsképzés. A kettő között volt egy tolmács előkészítő, ami nem volt kötelező, de ajánlott volt. Ha valaki tolmács akar lenni, akkor fönt Pesten a székházba ezre a tolmács előkészítőre jó volt, ha járt. És én Kecskeméten megcsináltam a alap és középfokot, imádtam. Tehát nekem ez nem tudom, hogy miért volt jó, később kiderült. Ahogy egy nagy klasszikust idézek, álljunk meg egy szóra. Időben hol járunk? 90-es évek, 2000-es évek, 80-as évek? 80-as évek, bocsásson meg, a szavába vágok, a 80-as éveket csak azért említem, mert ha információim nem csalnak, akkor talán olyan 1985 körül jelenik meg a szervezett jelnyelvi tolmácsképzés, tehát nem olyan nagy múltra tekint ez vissza. Időben hol járunk? Ön meddig kereskedő például? Meddig dolgozik a kereskedelemben? 14 éves koromban ugye kereskedelmi szakmunkásképzőt kezdtem el, ott végeztem. Azért, mert akkor azt mondta az osztályfőnököm, hogy nekem ott lesz sikerélményem, nem ajánlja a szakközépiskolát. Meg lett a szakmunkás vizsga, és akkor, hogy ja, ez a vizsga? És egy hét múlva én elmentem szakközépiskolába, jelentkeztem, és estén elvégeztem a kereskedelmi szakközépiskolát, hogy legyen érettségim. De a kereskedelembe dolgoztam, és akkor onnan mentem el Gyesre. Gyes után már akkor volt a rendszerváltás, és nem nagyon vettek vissza két pici gyerekkel. Elkezdtem a számítógépes tanfolyamot, hogy van egy érettségim, lesz egy számítógépes végzettségem, majd lesz valami. Azt befejeztem, bekerültem a takarékba, mint pénzügyi előadó. De ott csak úgy kerültem be, hogy valaki Gyesen volt, és ő helyette vettek föl. Határozott időre? Igen.
lejárt a szerződésem, a művelődési házba pont akkor megüresedett egy hely, és így egy az egybe, még a szabadságomat se tudtam kivenni, úgy vettek föl oda, hogy és akkor most. Tehát akkor lettem rendezvényszervező. Onnan átkerültem az önkormányzatba, és ott kezdtem el gyakorlatilag tanulni a jelnyelvet. Egy teljesen mást. És amikor elkezdtem tanulni, akkor az önkormányzatnak egy nagyon komoly beosztású valaki, hogy oda jött hozzám, úgy barátilag beszélgetni, hogy Erzsi, értem én, hogy tanulni akarsz, de valami értelmeset, amit használni tudsz. Akkor most menjünk vissza arra a pontra, amikor az említett televíziós csatornán meglátja azt a híradós bejátszást. Elkeseredett volt aznap éjjel, vagy csalódott, vagy elege volt mindenből, vagy nem volt az életében semmi olyan, ami egyszerűen csak így rávilágított arra, hogy úristen, mi ez, hanem ez egy véletlen találkozás. Az véletlen volt, azt elmondta a beszélgetés elején is, ez véletlen találkozás volt, de úgy ez csak egyszer csak beköszöntött az életébe, tehát nem volt semmi olyan negatív dolog. De az volt, tehát volt magánéleti probléma, de hogy az nem indokolta, hogy én jelnyelvet. Abszolút nem. És akkor ez volt a kérdés az önkormányzati hivatal, vagy Erzsi, valami olyat, amiből meg lehet élni? Tehát, hogy valami pénzügyi részen valami könyvelői végzettséget szerezzek inkább. Feltérképezte egyébként tényleg, hogy kenyérkereseti lehetőség? Nem. Nem, szerelem volt elsőre. Nincs rá magyarázat. Megláttam, és én mondtam, hogy ezt akarok. És a Simonné Zsuzsa az nagyon aranyos volt, mert tényleg egy nagyon jó mentorom volt nekem, nagyon, nagyon jól terelgetett, de ő is azt mondta, hogy nem így megy ám teljesen, hogy te tolmács leszel, ennek vannak fokozatai, vagy alkalmas vagy rá, vagy nem, vagy végig tudod csinálni az utat több minden miatt, vagy nem, és mondtam, hogy én az leszek. Akkor mielőtt rátérnénk ezekre a szakaszokra, meg az utakra, egy kicsit nézzük meg itt a fogalmi kört. Siketek és nagyot hallók. Nagyon-nagyon sokan még 2024-ben is egy kalap alá veszik őket. Ami pedig azért is furcsa, legalábbis számomra, mert eleve van a siket, aki nem hall, és van a nagyot halló, azon belül is vannak különböző fokozatok, de ezt talán mondja el a szakember. A siketek között is azért van különbség, az, aki részlegesen hall, attól ő még siket, tehát lehet, hogy jelnyelvet használ, és hogy nem hallja a hangzó beszédet, de hallja az autódudát, hallja, hogy becsapódik az ajtó. Tehát zörejeket, hangokat azért hall. És van, aki semmit. És ugye itt is vannak úgy fokozatok, hogy vele született, vagy szerzett. Ha vele született, akkor abszolút elkezdi a olyan iskolába és óvodába fog járni, ahol a jelnyelv az egy alap. Bár régen ezt nagyon tiltották, de hogy egymás között ők ezt nagyon szépen megtanulták. Nagyon tiltották. Az iskolákban annak idején az volt a koncepció, hogy a halló világra kell a gyereket nevelni, és nem engedték őket jelelni. Hátratett kézzel kellett ülniük végig az órát, és szájról olvasást kellett tanulniuk. Annak a gyereknek, akinek nincs hang a fejébe, és csak képekkel gondolkodik. Annak kellett hátratett kézzel ülni. És igen, és a szájról olvasást tanulni. És beengedték a normál iskolai oktatási rendszerbe. Nem, speciális iskolájuk volt. Speciális, tehát a speciális igen. Az mindig megvolt. Az megvolt. Az mindig megvolt. Uh-huh. Értem. Akkor térjünk vissza. Tehát ugye vannak a siketek, és akkor a következő... És a nagyot hallók, ott is vannak fokozatok, az enyhe, a középsúlyos és a súlyos. Hát a súlyos az... Már majdnem siket, de hallókészülékkel még jól korrigálható. Az enyhe gyakorlatilag lehet, hogy én is az vagyok. Tehát, hogy az annyira enyhe, hogy nem veszi észre az illető. Ez is egy döbbenetes dolog számomra. Tehát, hogyha már kicsit rosszabbul hallok, mondjuk felnőtt koromra, mint gyermekkoromban, akkor lehetek enyhén nagyot halló? Nem veszem észre. Ez úgy, mint a látás is, hogy szép lassan romlik. Csak egyszer csak nem látom a boltba az árakat. De ön szerint miért lehet az, hogy mondjuk jobban megnézünk egy nagyot halló embert, egy hallókészülékes embert, mint mondjuk furcsáljuk a szemüvegest, mert akkor gyakorlatilag ez ugyanaz?
Valakinek hallókészüléke van, valakinek szemüvege, nem? Gyakorlatilag tényleg ugyanaz. Nagyon szép hallókészülékek vannak. Én most, hogy így köztük vagyok, egyébként is én piacon nevelkedtem föl a nagymamámnál, és ott ugye mindenféle ember megfordult. Nekem a másság az nem másság, az a nagy egésznek egy része. A hallókészülék az azért furcsájuk, mert régen így ilyen nagy bumszli volt így a nyakba akasztva, meg a fülbe, és a sípolt, meg zörgött, tehát hogy az úgy látványos volt. A szemüveg az meg csinos, tehát hogy az még van, akinek kimondottan jól is áll. Most már nagyon szép hallókészülékek vannak. Akkor most kanyarodjunk vissza az önfokozataira. Ugye meglátja ezt a szakmát, felfedezi, nem is meglátja, hanem felfedezi. Szolgálatra jelentkezik, ha fogalmazhatok így, és akkor szólnak, hogy hát Erzsi, pillanat, ez nem így működik. Hogy működik? Mik a stációk, mik a fokozatok? Amikor én kezdtem, akkor volt az alapfokú képzés, a középfokú képzés és a jelnyelvi tolmács képzés. Most már ugyanúgy, mint a nyelvvizsgáknál, hogy A1/1, A1/2 és így tovább, és akkor a tolmács végzettség. És akkor olyan, mint a nyelvvizsgáknak, azt úgy kell kezdeni, mint igen, a nyelvvizsgán, hogy C-komplex? Igen. Például? Igen. És ott mit akar? Tehát ugye egyszerkor ismerni kell a jelnyelvet, és még mit akar egy ilyen komplex vizsga? Én régen vizsgáztam, úgyhogy én az enyémről tudok beszélni. Mit akart? Az enyémnél szájról kellett olvasni, akkor jeleltek, és azt kellett leírni, vagy hangzó nyelvre fordítani, és ott is van, hogy blokkosítva, vagy hogy folyamatosan. Tehát ahogy hangzik, mint a perfekt tolmácsok a parlamentbe, vagy bárhol máshol egy konferencián, hogy akkor én folyamatosan, ahogy látom a jelet, én úgy fordítom. Akkor van a blokkosítás, az, hogy megvárom, hogy mi lesz belőle, egy 3-4 mondatot, és azt adom át. És amikor megvan ez a komplex vizsga, akkor még mindig nem lehet ilyen Hübele Balázs módjára elkezdeni dolgozni, vagy akkor az már tényleg a nagybetűs jeltolmácsi munkakör? Szervezetként működünk, tehát ez nem úgy van, hogy jó, akkor én nyitok egy boltot, és akkor... Hanem vannak tolmácsszolgálatok. És azok pályázattal működnek, ha elindul a pályázat, akkor már plusz főt nem tudnak fölvenni. Tehát, hogy ennek is megvan a maga útja, hogy én odáig eljussak, hogy én a tolmácsszolgálatnál dolgozhassak. Elég jónak is kell lenni. Emberileg is rátermetnek kell lenni. Meg gondolom empatikusnak, az pedig a kereskedelemben meg lehetett tanulni, meg a piaci pofák között, nem? Empatikusnak lenni, szociális érzékenység szintén zenész, ha már piacozunk. De nem segítők vagyunk. Tehát, hogy úgy szociális érzékenység, hogy én mindig kívül vagyok. Nem szólhatok bele, hogy nem jól döntesz. Értem. Ez tolmács, ez csak A nyelvről B nyelvre. Hol van szükség például A nyelvről B nyelvre? Mi az a szakterület, amin ön dolgozik, vagy esetleg valahova kirendelik? Mindenütt. Mi itt Tolna megyében jobbára a személyi segítést szoktuk. Orvosi ellátásnál szoktuk kísérni az ügyfeleket. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán van rendőrség, bíróság. Tényleg, tehát itt nagyon, nagyon jó magviseletű hallássérültek vannak, mert nagyon keveset kell. Tehát mi inkább csak a személyi segítés. Konferencia, ilyen nagyobb volumenű rendezvény nem nagyon szokott lenni, ahol hallássérültek is részt vesznek. Én a irodózásból jövök. Én nagyon szeretek statisztikázni, nem kérem, hogy számolja össze, hogy a szakmai pályafutása során kiken. Említette, hogy nem segít, de hogy kikkel volt úgy kapcsolatban. De nézzük meg mondjuk az első munkanapját. Emlékszik az első munkanapra? Tehát eljutottunk attól a pillanattól kezdve, hogy ön meglátta a televízióban, hogy ez egy kisebb csoda, és akkor most elkezd dolgozni tolmácsként. Emlékszik erre a pillanatra? Kommunikációs segítőként kezdtem el dolgozni Kecskemétnek. Ugye én Solti lakos vagyok, és az Bács megye, és Kecskeméthez vettek föl megbízásos tolmácsnak, ilyen kommunikációs, akkor még csak a középfokom még meg se volt, csak jártam, fölvettek, és akkor Solton kezdtem el tolmácsolgatni, ilyen gyakorlat szinten, tehát azért még pénzt nem kaptam. És az első, amikor üzletbe mellé álltam
a hallássérült hölgynek, és tolmácsoltam, hogy mit mond az eladó. Így rám nézett, és mondta, hogy nekem kötelező siket jelel, de te miért? Mondtam, hogy már nagyon szép, a világ legszebb nyelve, és rám nézett, mosolygott, és bólintott, hogy igen. De én akkor még csak egy helyi klubot szerveztem jobbára, és akkor nekik tolmácsolgattam önkéntesként. És mik azok, ha vannak ilyenek egyáltalán, a nehéz pillanatok? Az látszik, hogy ez a szakma, ez önnek a szenvedélye. Tehát ez átjön, hogyha a kedves nézők most itt ülnének körülöttünk, ez tapintható, hogy mennyire a szenvedélye ez a szakma. De azért ugye, mint minden szakmában vannak nehezebb pillanatok. Mik azok a nehéz szituációk, ami... Tolmács is voltam egy picit, de hogy akkor helyi ügyintéző, amikor anyuka családsegítőbe ment elmondani, hogy milyen nagy baj van náluk a kisgyerek körül. És ahogy megfogta a gyerek a kezemet, és rám nézett, mint az Istenre. És ott nekem racionál. Tehát, hogy nekem még így se szabadott, hogy párás legyen a szemem, mert én csak kísértem őket. De most párás lett. Párás, mert... Tehát tudom, hogy mi mentek keresztül, és hogy mi lett a vége, és hogy ügyesek voltak, végigcsinálták. És akkor jó lett a vége. Jó. Mit javasol azoknak, akik most választják ezt a pályát? Itt most szegről végről azért beszélgettünk arról, hogy ezt van hol tanulni, lehet igen, hol tanulni. Igen. Budapest fővárosa, tehát Budapesten, a fővárosban egyébként azon kívül ha még... tőlem kérnének tanácsot bárki, akkor én azért a központot... Most kimondom, hogy a SINOSZ, tehát hogy azért mégiscsak egy országos érdekvédelmi szervezet, a kútfőnél érdemes tanulni, bármit is. Tehát aki jó akar lenni angolból, tehát egy olyan területen akar dolgozni, azok kimennek Angliába, és ott tanulják a nyelvet, az élő nyelvet. A SINOSZ-nál ugye az élő jelnyelvet fogják megtanulni. Más képzéseknél nem tudom, mert hogy azokban nem látok bele. És mik a tanácsai, miket mond így évtizedekkel a háta mögött? 20 év, tessék, hogy eltaláltam, pedig nem is beszéltünk róla. Évtizedekkel, 20 évvel a háta mögött, és azért ennyi szakmai tapasztalattal. Mit lehet mondani azoknak, akik most kacérkodnak, most szemeznek ezzel a pályával? Mint a családsegítő, mint a védőnői szolgálat. Tehát, hogy ez is szerelem. Ez nem lehet, ez nem a tarhonya üzem, hogy bemegyek, leülök a szalag mellé, megcsinálom a dolgomat, 4 óra, fölállok, hazamegyek. Ez nem lehet. Igen. Hogy vége a műszaknak. Nem, nincs vége. Van ügyeleti telefonunk, és van a kontaktszolgáltatás, tehát az esetek többsége, ami már így 5 óra után történik, az arra a telefonra megy, meg az a szolgáltatás viszi. De azért van, amikor nekünk írnak. És mit írnak, ha szabad tudni? Csak azért kérdezem, mert én még kapaszkodom abban a gondolatban, amit mondott, hogy ugye ön nem segítő. Igen. Tehát itt ezt félre kell tenni, szociális érzékenység ide vagy oda, ön nem segítő. Az önök szakmája az nem erről szól, elmondani át B-ül, B-t A-ul. Mi van ilyenkor egy e-mailben? Mi van ilyenkor egy telefonügyeleten? A telefonügyeleten, hogyha orvoshoz kell nagyon gyorsan menni, megindult egy szülés, ilyen esetem is volt, és akkor telefonon keresztül, meg kamerán keresztül le lett koordinálva, hogy a nagyobbik gyerek kiállt az útszélére, intett a mentőnek, a mentősökkel beszéltem, hogy hol van az anyuka, hol találja pontosan azt a házat, mert én otthon pizsamába ülve csináltam ezt végig, és anyukát megnyugtattam, hogy ne aggódj, már mennek. És akkor mondjuk az e-mailben is hasonlók vannak, hogy valaki azt mondja, hogy szeretne orvoshoz menni, szeretne elmenni egy rendelőintézetbe, tömören STK-ba például, és akkor ahhoz kérnek segítséget. Igen. Sokan vannak? Minden 10. ember hallássérült, ez bármennyire hihetetlen, minden család érintett. Mert a nagymama egy kicsit hangosabban hallgatja a tévét, a gyerek egy kicsit bombább. Azért nem tudok azonnal reagálni azokra, amiket mond, mert meg vagyok döbbenve. Tényleg így van. Tehát, hogy nem veszünk róluk tudomást, mert
ez láthatatlan fogyatékosság. Igen, meg valahol mindig így kezdődik, nem? Tehát valahol csak egy kicsit följebb hangosított tévével. Ugye az ominózus szemüveg, amiről a beszélgetés elején szó volt. Egy kicsit így nézek, aztán kicsit már így csinálok, és akkor utána már bejelentkezem az optikushoz. És vagy... ledöbbenek, hogy 6-os dioptriám van, mert hogy... Cilinderrel, vagy nem tudom. Igen, tehát hogy a hallássérülteknél is van úgy, hogy már súlyos nagyot halló, mikor elmegy. De hogy én hallottam a hangját. Mivel nem született hallássérült, lassan romlott a hallása, és az ember agya az már csak olyan, hogy emlékezik. És amikor én olvasok szájról, a hangjára meg emlékezem, és a kettőt összerakom. Ön szerint ez így zárkérdés, mert lassan a beszélgetés végére érünk. Tudom, hogy kicsit megfogalmazhatatlan, de én mégis szeretem az ilyen kérdéseket. Mit tett az ön életéhez hozzá ez a munka, szakma, hivatás, az az esti tévézés, abban a bizonyos pillanatban? Teljesen más irányba kanyarodott. Ha nekem nincs az a műsor, akkor valószínű, hogy egy önkormányzatnál vagy egy könyvelőnél csinálom a dolgomat. Valószínű jól, de hogy itt teljesen más. Akkor ezek szerint igaz lehet az, hogy azt szokták mondani, hogy ugyan miért tanuljak nyelvet? Azért, mert ha megtanulsz olaszul, akkor egy kicsit fölveszed az olasz embernek a kultúráját, a habitusát. Ez jelen van mondjuk itt is? Azzal, hogy ön jelnyelvi tolmács, azzal egy kicsit azért tud a másik oldalról gondolkodni? Ha gyorsan kell gondolkodnom, képekbe gondolkodok, nincs hang a fejembe. Legyen ez az árszó, nagyon-nagyon szépen köszönjük. További jó egészséget és nagyon jó munkát kívánunk, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megkérhetem, hogy lejeleli nekünk, hogy viszontlátásra? Viszontlátásra, és hogy köszönöm szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük. Önöknek pedig, hogy velünk tartottak, a kávéházi randevút látták. További jó tévézést, viszontlátásra!